Hallgassuk meg az evangéliumot Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszél, így szóltak hozzá a tömegből. Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mondták a pusztában, amint az írás mondja, égből való kenyeret adott enni nekik. Jézus így felelt. Bizony-bizony, mondom nektek, nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak. Uram, kiáltották, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus így válaszolt, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. Ezek az evangélium igény. Az evangélium utolsó mondata volt, hogy Jézus így válaszolt. Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. Az éhség és a szomjúság, mivel életbe vágó szükségletet fejeznek ki, kinyilvánítják az emberi lét értelmét Isten előtt. A ténynél fogva egy bizonyos kétértelműséget is hordoznak. Éhezni és szomjazni olyan pozitív tapasztalat, amelynek meg kell nyitni az embert az Isten felé. Ám az éhezés olyan rossz is, amelyet Isten nem akar, és amelyet el kell tüntetni. Ha az egész közösséget érintő esemény lesz, például éhínség, járvány, a Bibliában csapás lát, isteni ítélet jeli. Éhség és szomjúság, mint a hit próbatétele. A pusztában Isten éhséggel sújtja népét, hogy próbára tegyen és megismerje szíve mélyét. Izraelnek meg kellett tanulnia, hogy létében teljesen Jávétól függ, aki egyedül képes táplálékot és italt adni neki. De ezeken a fizikai szükségleteken túl Izraelnek fel kell fedeznie egy sokkal életbe vágóbb szükségletet is, az Isten igényét. Az égből jövő manna emlékeztet Isten ajkának mannájára, vagyis szavára, a törvényre, amelyben a nép megtalálja az életet. De a nép nem érti meg ezt, és csak Egyiptom húsos fazekaira gondol, Isten pedig az éhség üdvös próbatétele helyett kénytelen jól lakatni az izraelitákat. A zsidók a törvény megtartásától várták az ígéretek teljesedését, azért így teszik fel a kérdést. Mit tegyünk, hogy megnyerjük Isten tetszését? Nem is gondolnak arra, hogy valami olyat kellene tenni, ami kívül áll a mózesi törvényen. Jézus éppen ezt az újat követeli, amikor magára irányítja a figyelmet. Higgyetek abban, akit az Isten küldött. A zsidóknak azonban nem elég az a bizonyíték, amit Jézus eddig adott, még a kenyérszaporítás sem. Elvetik, hogy Mózes is táplálta őseiket a pusztában valamilyen állandóan szaporodó étellen. A messiásnak nagyobb és feltűnőbb jelet kell mutatnia. Jézus kijavítja felfogásukat. Nem Mózes adta a mannát, hanem a mennyei atya, és ez a mennyei atya küldte őt a világba, mint mennyből alászállott kenyere. Ezért mondhatja magáról, hogy ő az élet kenyere, vagyis a magasabb rendű és végérvényes táplálék. Aki hozzá közeledik, az nem éhezik, aki benne hisz, az nem szomjazik többé. A belévetett hit és az ő bírása
már itt megadja az üdvösség reményét, azért a boldogságra vonatkozó alapvető vágyunk kielégülést talál. A teljes bírás csak a túlvilágon következik be, ott már nem kínoz az éhség és a szomjúság. A Jézusba vetett hit azonban a mennyei Atya ajándéka. Csak az ismeri fel és követi őt, aki megkapta ezt a kegyelmi megvilágosítást. Jézus lecsillapítja és felkelti az éhséget és a szomjúságot. Mint hajdan Isten a pusztában, Jézus is csillapítja az őt követő nép éhségét, és ugyanakkor felkelti az Isten szavának vágyát, az igazi kenyér utáni vágyat, amely kenyér ő maga, az élő víz utáni vágyat, amely a lélek. Felkelti annak vágyát a szamariai asszonynál, miként Mártát is arra hívja, hogy az egyetlen szükséges szavát hallgassa. Jézus tanítványai számára sürgetőbb, mint valaha is, az éhezők táplálásának kötelezettsége. Gyötrelmes szomjúság vár arra, aki nem vette észre ajtajánál az éhező. Megjutalmazzák azt, aki csak egy pohár vizet is adott Jézus tanítványainak. Erről ítélik meg az embereket, mert táplálni az éhezőt, enyhíteni a szomjazó kínját, annyi, mint a testvéreken keresztül Jézus éhségét és szomját enyhíteni. Mindig szomjaznunk kell azt a szeretetet, amellyel enyhítjük mások szenvedését. Ennek a szeretetnek a forrása nyitott, ingyenes az Istenre szomjazó lelkek számára, azoknak, akik az igazi életre, Isten arcának látására vágyakoznak. Járuljunk Jézushoz, az élet kenyeréhez, és nem éhezünk többé, és erősen higgyünk benne, és nem szomjazunk sohasem. Amen.